Sziasztok! A mai videóban erről a kis készülékről lesz szó, ami nem más, mint a Forel Luna 2 arctisztító készülék érzékeny bőre. Aki követ külföldi videósokat, az szerintem már találkozott ezzel, és ennek a videónak igazából az az apropója, hogy most már Magyarországon is lehet kapni ezt az arctisztító készüléket, és én lehetőséget kaptam arra, hogy elsők között teszteljem, aminek nagyon-nagyon örültem. Most már használgatom néhány hete, úgyhogy ebben a videóban beszámolok nektek arról, hogy nekem hogy vált be ez az arctisztító készülék, és valóban olyan jó-e, mint amilyennek mondják. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem! A Luna 2 arctisztító készülék egy ilyen dobozkában érkezett hozzám, ebben van egy ilyen kis tasak, amiben lehet szállítani ezt a kis készüléket, van benne egy USB töltőkábel, illetve volt még a dobozban egy kis kártya is, ami rajta van a készüléknek a száma, és ezt a számot regisztrálni kell a Foreo-nak a hivatalos weboldalán, és így tudjuk gyakorlatilag érvényesíteni a készülékre szóló 10 éves garanciát. És így néz ki maga a készülék, ahogyan mondtam, ez a Luna 2 érzékeny bőrre való arctisztító. Ez többféle verzióban is kapható, van például olajos bőrre való. Én egy picit bajban is voltam azzal, hogy melyiket válasszam, de mivel nekem eléggé kényes és finnyás tud lenni a bőröm, így az érzékeny bőrre való verziót választottam, és mint utóbb kiderült, ezt nagyon-nagyon jól tettem. Két különböző oldala van, ez az oldal az arctisztító oldal, ez pedig az anti-aging része a készüléknek. Magának a készüléknek szilikonborítása van, ami egyrészt nagyon higiénikus, mert gyorsan szárad, és nem telepednek meg benne a különböző bacillusok. Ezekkel a hagyományos kefés arctisztítókkal az a baj, hogy hiába tisztítja meg rendesen az ember minden egyes használat után, egy idő után egyszerűen elhasználódnak és muszáj cserélni a fejet, ami ugye plusz költséget jelent. Na most ennél nincsen ilyen probléma, ez gyakorlatilag évekig lehet gond nélkül használni, vagyis nem kell mindig új pótfejet venni hozzá. A használata végtelenül egyszerű, az első használat előtt feltöltöttem ezzel a kis USB kábellel, nem kell órákon keresztül tölteni, mindössze egy órán keresztül töltöttem, amikor készen volt, akkor a villogó jelzés abba maradt a készüléken, innen tudhattam, hogy feltöltődött, és nagyon durva, mert egyetlen egy töltéssel nagyjából 7, azaz 7 hónapon keresztül lehet használni ezt az arctisztító készüléket, ami szerintem nagyon durva, mert nem kell mindig azon aggódni, hogy úristen, most fel van-e töltve, le fog-e merülni használat közben, egyszer feltöltött, és gyakorlatilag fél évre megvagy vele. Nincsen nagyon bonyolítva a készülék, tényleg nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon dizájnos, hát a svédek ugye értenek ehhez. Ezzel a középső gombbal lehet bekapcsolni, és két oldalt a plusz-minusz gombokkal lehet állítani az intenzitás erősségét, összesen 12 fokozat van, amikor legközelebb bekapcsolod, akkor nem kell megint állítgatni, hogy melyik a legjobb neked, hanem megjegyzi azt, amin használtad. Amikor bekapcsoltad, elkezd rezegni, és az arctisztító üzemmódban 15 másodperces blokkok vannak, ami azt jelenti, hogy 15 másodpercen keresztül rezeg, majd megszakítja ezt a rezgést, ezzel jelezve, hogy térj át az arcod másik területére. Én úgy szoktam használni, hogy 15 másodpercet használom ezen a részen, 15 másodpercet itt, 15 másodpercet a homlokomon, végül pedig 15 másodpercet itt az orromon és az államon. Nekem ez az 1 perc, ez bőven elégséges szokott lenni, de lehet egyébként tovább is használni, viszont 3 perc után automatikusan lekapcsol a készülék, ezzel tudjátok elkerülni azt, hogy túlzásba vigyétek a használatát. A másik oldalon, tehát itt az anti-aging üzemmódban pedig 12 másodperces blokkok vannak. Gyakorlatilag bármilyen arctisztító zselével, krémmel, arctisztító tejjel használhatjátok, amit szerettek. Lehet akár úgy is használni, hogy bevizetitek magát a készüléket, és akkor oda nyomjátok rá, de én inkább úgy szoktam, hogy teszek mindenhova az arcomra, és akkor úgy szép egyenletesen jut mindenhova. Ez nem egy smink lemosó, tehát a sminket el kell távolítani, mielőtt ezzel elkezditek megtisztítani az arcotokat. Viszont azt garantálhatom, hogy ez gyönyörűen megtisztítja a bőrötöket, egyszerűen olyan szinten ragyogó és üde utána a bőröm. Ugyanazzal az arctisztítóval önmagában, illetve a Luna 2-vel használva teljesen más hatást érhetek el, sokkal, de sokkal alaposabb a tisztító hatás, hogyha ezt használom. Eltávolítja az elhalt hámsejteket is, így az arckrém, amit felviszel utána, sokkal inkább be tud szívódni a bőrödbe, és úgy igazán ki tudja fejteni a hatását. Ezek a kis szilikonsörték egyébként elképesztően gyengédek a bőrhöz, én tényleg semmilyen irritációt nem tapasztaltam, pedig most már használom néhány hete, viszont valóban mély tisztító hatású, eltávolít minden szennyeződést, úgyhogy tényleg gyönyörű utána a bőröm, semmi rosszat
nem tudok mondani róla. Ezt a felét talán egyszer vagy kétszer használtam, megmondom őszintén, hogy erre még annyira nem gattattam rá, de mint arctisztító egyszerűen tényleg tökéletes. A hatásával nagyon-nagyon elégedett vagyok, sokkal szebb a bőröm, amióta ezt használom, rugalmasabb, ragyogóbb, tisztább, egyszerűen szebb az összképe. Én tényleg próbáltam fogást találni ezen a kis készüléken, de nem igazán tudok. Ami az árát illeti, valóban nem olcsó ez a készülék, sőt inkább drága, viszont nem kell néhány havonta új fejet venni, meg kefét cserélni, meg pótfejet beszerezni hozzá, hanem ezt az egy készüléket tudjuk akár éveken át használni, úgyhogy azt gondolom, hogy így abszolút megéri az árát. Én nagyon-nagyon örülök a lehetőségnek, hogy kipróbálhattam ezt a készüléket, és a videó alatti leírásban ti is meg tudjátok nézni a linket, ahol elérhetitek. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy hasznosnak találtátok, hogyha igen, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!